A 16 éves múltra visszatekintő akvaese színeiben mintegy 150 fiatal úszik, illetve vízilabdázik, közülük 120 igazol sportolónak számítanak. Az elmúlt másfél évtizedben több helyen készültek az egyesület versenyzői, legutóbb a sóstói 50-es medencében dobálhatták a labdát a pólósok. Az elmúlt hónapban aztán a vízilabdázók beköltözhettek új otthonukba, a nyíregyházi városi úszodába. Az akvaese vezetőségét, tagjait, játékosait óriási örömmel érinti ez a pillanat. Én pályafutásom 80-ban kezdődött Sóstón gyerekként az úszodába, és én azt mondhatom, hogy már 40 éve vártam erre a pillanatra. A kollégáim szintén hosszú-hosszú évtizedekről beszélnek, a városlakók meg lehet, hogy valaki 50-60 éve, és egy kicsit felfoghatatlan, örömteli érzés ez, mert olyan színvonalas, olyan gyönyörű helyre költöztünk, amit mi meg kell szoknunk, ilyen szép helyen lehetünk. A hosszú szünetet követően két héttel ezelőtt elindult a fiú utánpótlás országos bajnokság. Az akvaese csapatai 3 vereséggel nyitották a szezont. Csongrádon mutatkoztunk be idén a országos utánpótlás bajnokságban. Látszott a rozsda még a gyerekeken. A nyáron igaz, hogy tudtunk edzeni, de nem volt optimális a felkészülésünk. A sóstói úszoda azért eléggé foglalt volt. A reggeli órákban tudtunk edzeni, és hát amit tudtunk, azt megpróbáltuk kihozni belőle, de erőlétileg nem vagyunk ott, ahol kellene. Sajnos mindhárom korosztályban egy jó kezdés után vereséggel hagytuk el a medencét. A most vasárnapi meccsen megpróbáljuk ezt majd valahogy kijavítani. Vasárnap a Hódmezővásárhely képviselői érkeznek Nyíregyházára. A serdülő csapatok mérkőzése 12 órakor kezdődik, majd 13-15-kor a gyermekcsapatok szállnak vízbe. A programot a 14:30-kor kezdődő ifjúsági találkozó zárja.